A fesztivál második napja a hagyományos szüreti felvonulással kezdődött. A Turi Baranta közösség, a Svens táncosai és a nagykanizsai fúvós zenekar vezetésével indult a menet a HSMK-tól. Dödölének lesz itt most a helye és ideje, mindenki rakja meg a bendőt, de ne pukkadjon bele! A kisbírót aztán gólyalábasok, néptáncosok, a lovaskocsikon pedig népi együttesek követték, hangos énekszóval bort kínálva. A felvonulás a Sugár, valamint a Rozgonyi utcán keresztül haladt a fesztivál helyszínére, az Erzsébet térre. A Zalagyöngye táncegyüttes műsorát követően Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő és a szakmai zsűri megnyitotta az immár hagyományos főzőversenyt. Az ítészek elnöke ezúttal is Ferenci István, aki a tavaly kóstoltaknál jobb dödölléket vár. Tavalyiak után remélem, hogy nem lesznek fahéjasak, meg szilvásak, meg ilyesmik, tehát az nagyon-nagyon-nagyon fantáziadús volt a tavalyi. Szeretnénk a népi, hagyományos dödölléket zsűrizni idén. Összesen 21 csapat nevezett az idei versenyre. Mindegyikük készít dödöllét, de számos társaság a másik két kategóriában, vagyis a tájjellegű ételekkel és bográcsos ételekkel is versenybe szállt. A Dödölle Fesztivál további programjairól, valamint a főzőverseny eredményéről vasárnapi híradónkban számolunk be.